Kistalaki 3K Egyesület elnökét, Sípos Dánielt kérdeztük a 2019-es év eredményeiről, valamint a 2020-as év terveiről. A Kistalaki 3K Egyesület 2019-es eredményeiről és a következő évben várható tervekről kérdezzük Sípos Dánielt, az Egyesület elnökét és egyben a edzőjét. Először is köszöntelek. Milyen versenyeken indultatok 2019-ben és milyen eredmények születtek ezen? Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. 2019-ben elég sok versenyen indultunk, több szakákban versenyzünk. A Kisteleki Küzdősport Klub tulajdonképpen két fő csapáson végzi a munkáját, ha szabad így fogalmazni. Az egyik az úgynevezett grappling, a másik pedig az úgynevezett sport jitsu. Ezek testvér sportok, kéz a kézben járnak, nagyon hasonló a technikai repertoár, lényegében a szabályrendszer más. Ugyanakkor kettő külön utat jelenthet a nemzetközi versenyzéshez. Ugyanis, hogyha a globál szakág hazai rendezésű versenysorozatain képesek a versenyzők megfelelő számú pontot elérni, kvázi sok jó eredményt elérni, akkor abban a szakágban válogatottak lehetnek, és az a szakág kiviszi őket nemzetközi versenyekre, ahol ugye Európa-bajnokságot, világbajnokságot és számos más nemzetközi versenyt is lehet nyerni. Ezek után is járnak kvóták, pontok, és tulajdonképpen a nemzetközi mezőnyben történő megmaradás jelenthet szereplést akár a világjátékokra, ami már komoly pénzdíjas verseny. Tehát itt magyar versenyző két évvel ezelőtt Szűcs Kristóf nevű versenyzőtársam és barátom nyert Dubajban világjátékokon egy első helyet, ami után 15 millió forintot kapott, és egy második helyet, ami után 10 millió forintot kapott. Tehát azért ezek komoly összegek, tehát itt össze lehet versenyezni komoly munkával, komoly eredmények után komoly pénzeket is. A sport jiu-jitsu lényegében Pepitában ezt jelenti, csak mondom, más a szabályrendszer. Igazából én úgy fogom föl, józan paraszt észre, hogy egy versenyzőnek ugyanazért a munkáért dupla esélye van. Persze nyilván itt azt jelenti, hogyha többlet versenyen indulunk el, akkor többlet nevezési díjat kell fizetni, a versenyzési licenszek több pénzt jelentenek, de ezeket eddig ilyen-olyan módon mindig ki tudtuk termelni. Hát legtöbbször mecénás útján, tehát voltak vállalkozók és magánszemélyek, akik támogattak minket. Én magam is magánszemélyként és a vállalkozásom is támogatja a saját klubomat, de barátaim is magánszemélyként és vállalkozóként is támogatják a klubot. Nyertünk pályázatot is, tehát minden lehetőséget megragadunk, hogy megpróbáljuk ezt anyagilag tolni előre. Mert én 5 évvel ezelőtt, mikor kezdtük ezt az egyesületet, én már akkor nagyon komoly jövőképet láttam, és hittem ebben az egészben. Nagyon keményen dolgoztunk, és dolgozunk a mai napig, és hát az eredmények azok meg mindenképpen azt tükrözik, hogy úgy gondolom, hogy jól dolgozunk, és én egy pillanatra sem veszem le a szemet a célról. Nagyon bízom benne, hogy legalább egy, de inkább kettő vagy három versenyzőnk eljut a világjátékokig, vagy az olimpiáig. Tehát ez nekem abszolút célom. Eredményeket tekintve 2019-ben diákolimpiai bajnokságot nyert versenyzőnk is volt több, globál grappling magyar bajnokságot nyert versenyzőnk is volt több, és sport jiu-jitsu magyar bajnokságot nyert versenyzőnk is volt több. A válogatott keretig kecskeméti Nimród versenyzőnk tudott eljutni, de ki kell emelnem Contes Andrián nevű versenyzőnket, aki szintén el tudott jutni, csak ő B-ágon, ami azt jelentette, hogy kettő darab kvalifikált versenyző volt abban a súlycsoportban, amiben ő is versenyez nemzetközi szinten, és az A-ágú versenyző élvezett prioritást. Ez egész egyszerűen egyetlen többletversenyt jelentett, egyetlen többletversenyen indult el a másik versenyző, és ezért ugyanazon ponton, ugyanannyi pontjuk volt mind a kettőjüknek, csak mivel a másik versenyző egyel több versenyen indult el, így ő kapta a lehetőséget a nemzetközi versenyzésre, ami számomra logikus és elfogadható.
Sajnáltam, de elfogadható. A másik versenyzőnk, Kecskeméti Nimród, ő bekerült a keretbe, és Görögországban az U18-as Európa-bajnokságon lett harmadik, 9 fős mezőnyben, összesen 4 küzdelem árán sikerült ezt elérni, ez egy nagyon komoly eredmény, és hát neki ezek már nemzetközi pontokat jelentenek. Igyekszünk Nimródot is motiválni, és Nimród személyével, eredményeivel a többi embert is motiválni, aki az egyesületünkbe jár. Pályázat útján sikerült még hozzájutnunk videókamerához, projektorhoz, és ezek azért nagyon fontosak, mert a versenyeket felvesszük, nem csak a saját versenyzőinket, hanem a legeslegjobb versenyzőket. És aztán pedig vannak olyan technikai jegyzések, amik nem arról szólnak, ahogy a neve is tartalmazza, hogy fizikailag erőltetjük éppen a srácokat, vagy készítjük fel valamire, hanem kvázi kielemezzük az adott versenyazott technikáit kockáról kockára, ezeket lemodellezzük, megpróbáljuk beépíteni a saját versenyzői stílusunkba, és mindenképpen a fizikai edzés mellett a technikai edzésre is különös hangsúlyt fektetünk. Ezekre én próbáltam nagyon odafigyelni, és jövőben is próbálok. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy bízom benne, hogy jó eredmények lesznek 2020-ra, mert ugye ez is a kérdésnek a része volt. Megmondani, mi lesz, nem tudom, de mi elkövetünk mindent azért, hogy jó eredmények legyenek. Február 15-én rendezik meg a Kisteleki Disznótoros Sokadalmat. A szervezőt, Horváth Zoltánt kérdeztük a rendezvény részleteiről. 7. alkalommal rendezik meg a Disznótoros Sokadalmat itt Kisteleken, ennek a szervezőit, Horváth Zoltánt kérdezzük. Először is köszöntelek, annó milyen céllal indult ez a rendezvény, mesélsz nekünk erről egy kicsit? Igazából lakossági kezdeményezésre indult el ez a rendezvény. Ugye a környező településeken is megjelentek a gasztronómiai jellegű rendezvények, nyilván nálunk is volt már ugye sajt és gasztronómiai fesztivál, és igazából beszerettük volna mutatni, hogy hogyan is történik mondjuk itt helyben, milyen szokásai vannak, vagy itt legalábbis a kis térségünkben a hagyományos disznótor előkészületeinek, magának a hagyományos disznóvágásnak. Ezen a napon milyen programokkal készültök, mind a nap folyamán, mint az estén? A reggeli órákban, kora reggeli órákban kezdődik a rendezvény, 7 órakor Nagy Sándor Kistekváros polgármestere megnyitja a rendezvényt, majd Antal Imre áldását adja a rendezvényre, és itt el szeretném mondani, hogy a ceremónia alatt közreműködnek a Kisteki Művészeti Iskola részfúvósai, majd a hangulatért ugye a zene is felelős, tehát itt a reggeli órákban azon felül, hogy a részfúvósok közreműködnek, a Kertbarát kör zenekara is részt vesz ezen a műsoron, majd kezdetét veszi ugye, a hagyományos falusi disznóvágás, itt készülünk különféle kóstolókkal, gasztronómiai bemutatókkal, lesznek látványkonyhák a Szent László téren, és itt meg szeretném említeni, hogy nagyon sok egyesület jelentkezett erre a programunkra, akik kijönnek és itt helyben kóstoltatnak majd. Itt a reggeli órákban részt vesznek a kóstoltatáson a Kistelki Veterán autós és motoros baráti kör, valamint a Kistekvárosi Önkormányzat is, illetve a Kistelki Városvédők csapata, és várjuk még az egyesületek, baráti társaságok jelentkezését folyamatosan. Igazából ennek a rendezvénynek a lényeg és a célja ugye maga a hagyományos falusi disznóvágás, ugye ahogy készülünk bemutatókkal, kóstolókkal, illetve maga az esti bál, amikor megrendezésre kerül a szakácspárbaj programunk, ugye ez a disznótoros verseny, ahol különféle kategóriákban lehet nevezni a napközben elkészített ételekkel, és ez is egy fő eleme végül is a rendezvényünknek, gyakorlatilag erre épül maga a rendezvény. Napközben lesznek színpadi zenés műsorok, Varga László, Sánta István és Fekete László fogja szórakoztatni a kilátogató közönséget. Az este folyamán mivel készültök fellépők tekintetében például? Élő zenés bállal zárul az egész napos programunk, és föllép egy sztár vendég is, 9 órakor tiszteletét teszi városunkban Mário a harmonikás, aki nagyszerű műsorral készül az esti vendégeknek. A bárra a belépő 1000 forint, de a napközbeni programok ingyenesen látogathatóak, illetve annyit még el szeretnék mondani, hogy a gyerekeknek nem kell belépőt fizetniük. A versenyre a csapatoknak hol lehet pontosan jelentkezni, hol van erre lehetőség?
Igen, a gasztronómiai versenyünkre várjuk a csapatok jelentkezését, egészen február 7-éig lehet jelentkezni. A Klebersberg Művelődési Központban Kisteleken személyesen, vagy pedig az 597-123-as telefonszámon. A Kisteleki Hétkerék Egyesület egyik versenyzőjét, Bálint Zsófit, sportdíjban részesítették itt Kisteleken. Őt kérdeztük érzéseiről, valamint Csella Nikolettet Zsófi teljesítményéről. A Kisteleki Hétkerék Egyesület egyik versenyzője, Bálint Zsófi, sportdíjban részesült itt Kisteleken. Erről kérdezzük az Egyesület edzőjét, Csella Nikolettet, valamint Bálint Zsófit. Köszöntelek titeket. Mesélnél egy kicsit Zsófi teljesítményéről, eddigi teljesítményéről? Hát Zsófinak az eddigi teljesítmény az abszolút felfelé ível, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök, hogy a Millával együtt megkapták ezt a sportdíjat idén, mert nagyon megérdemelte. Zsófinak az legjobb eredménye, ami miatt ugye kapta a díjat, ami kiemelt eredménye volt, egyébként egész szezonban nagyon jól szerepelt, végig dobogós helyezést ért el, úgyhogy nagyon szépen teljesített, de ez a Diák Olimpia az, ami nekünk fontos verseny az amatőr kategóriába, itt ő második helyezést ért el. Amit tudni kell, hogy Zsófi E-korosztály volt az idén, illetve az elmúlt évben, hát igazából majdnem, hogy sőt, a legnépesebb korosztály volt, tehát az állandó létszám ebben az évjáratban a 15 és 20 fő között mozog, tehát hogyha így nézzük, akkor ezek a dobogós helyek nagyon sokat érnek, és nagyon szép eredmények. Olyannyira, hogy Zsófi jövő évtől, tehát 2020-tól idéntől, tavasztól profi kategóriába fog átlépni, ami egy nagyon nagy lépés lesz neki is, a csapatnak is, a csapattársaknak is, illetve a verseny ellenfeleknek is, szülőknek is, mindenkinek, tehát ez egy teljesen új dolog. Sokkal komolyabb versenyek, versenytársak lesznek majd, illetve komolyabb távok is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog teljesíteni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Zsófi, tőled pedig azt kérdezném, hogy mit éreztél, amikor megkaptad a díjat? Nagyon boldog voltam. Egy kicsit se számítottam rá, mert hát én azt hittem, hogy második helyezésért sose fogok ilyet kapni, de végül megkaptam. A 2020-as évben mik a tervek az Egyesületnél? Februárban, már február végén elkezdjük a teremkupákat, ezek ugye benti versenyek, illetve nemrég volt az elnökségi ülés Tatabányán, ahol ugye a csapatok edzői ültek össze, illetve az elnökség a versenynaptár, 2020-as versenynaptárnak a szervezéséről, úgyhogy megbeszéltük a versenyidőpontokat. Úgyhogy hamar, tehát már februárban fogunk kezdeni a teremkupákkal, utána majd mi is szervezni fogunk márciusban egy versenyt, mint Hétkerék Egyesület. Ez új verseny lesz a versenynaptár, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni. Illetve utána áprilisban viszont kimegyünk, úgyhogy pályán fogunk edzeni. Pályán lesznek a versenyek is, lesznek versenyek Tatabányán, lesz verseny Szombathelyen, és ott egy új pálya készült, úgyhogy felavatjuk azt is. Lesz két nyári táborunk, lesz egy utánpótlás edzőtábor Tatabányán, úgyhogy tele lesz a nyarunk, hál' Istennek, úgyhogy lesznek versenyek is bőven, tervezünk nemzetközi versenyen is részt venni, úgyhogy mindenképp a profi kategóriában versenyzők mindenképp nagy feladat előtt állnak most a 2020-as szezon elején. Hagyományőrző disznóvágást tartottak Csengelén. Dr. Tóth Tibort, a település polgármesterét kérdeztük a rendezvény részleteiről. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Csengelén a hagyományőrző disznóvágás. A település vezetőjét, Tóth Tibort kérdezem a részletekről. Először is honnan jött ez az ötlet, hogy így jöjjön össze a falu apraja nagyja, illetve milyen programok vannak a mai napon? Az ötlet az egyik helyi vendéglátó egységből indult, még sok-sok évvel ezelőtt, ahol ugye Böllérnap formájába került a falusi disznóvágás megrendezésre, nyilván sokkal kisebb keretek között, mint most. Ez lett ugye két évvel ezelőtt kibővítve, amikor az első hagyományőrző falusi disznóvágás itt Csengelén megtörtént, és hát ugye az embereknek ez nagyon tetszett, erre szükség van, úgyhogy ez tavaly is, illetve az idén is megrendezésre került, és ugye reméljük, hogy még hosszú éveken keresztül a hagyományok megőrzése, illetve az embereknek a közösségépítés miatt meg tudjuk ezt a rendezvényt tartani.
programok, hát ugye egy szokásos falusi disznóvágás menetrendjét követi. Ez ugye azt jelenti, hogy reggel ugye a hagymás sültvér, illetve a resztelt májjal indul a dolog, illetve a reggeli sültek, majd ugye délre egy órára, ahogy sikerül, majd próbálunk egy orjalevest, illetve különféle sült húsok, rántott húst az asztalra varázsolni. Ezután délután kezdődik ugye a szárma, tehát a töltött káposzta elkészítése, illetve a szokásos hurka kolbász. Nagyjából ennyi. Tehát ahogy egy falusi disznóvágásnál otthon is ez történni szokott. És mit is jelent a Csengele életébe ez a disznóvágós összejövetel? Ez a disznóvágós összejövetel így ugye január végén már azt is jelenti egyrészt, hogy nagyon várjuk azt, hogy vége legyen a télnek, és ugye összegyűlünk, egy kis közösségépítés, az emberek jól érzik magukat, össze tudnak ülni ugye közösen egy asztalhoz, ugye közösen elfogyasztani azokat az étkeket, amiket ugye itt a disznóvágás során megcsinálnak, illetve hát ugye a falusi létnek is vannak előnyei, ugye sokan szokták ezt mérlegelni, hogy városi vagy falusi lét. Nyilván ugye a városi létnek ugye olyan infrastruktúra, olyan bevásárlási lehetőségek vannak, amivel itt falun nem tudunk versenyezni. Remélhetőleg ugye az autópálya lehajtó itt Csengelén, hogyha ugye majd megépül, meg fog ugye épülni, miniszterelnök úr ígéretet tett erre, ugye országgyűlési képviselő úr hozta az üzenetet, hogy meg fog épülni Csengelén az autópálya föl lehajtó. Ugye ez majd segít nekünk abból, hogy infrastruktúrálisan ugye a városhoz közelebb tudunk úgymond kerülni, tehát negyed óra alatt akár Kiskunfélegyházán bent tudunk lenni, illetve Szegedre bejutásunk is ugye sokkal gyorsabban meg tud történni. Viszont ugye a falu ennek ellenére ugye falu marad, tehát itt ugye a kis közösségeknek sokkal nagyobb összetartó ereje van, illetve egy ilyen hagyományos falusi disznóvágásnak azért van egy varázsa, amit városba sajnos ugye nem tudnak az emberek így szerintem összehozni. Az emberek életében mit is jelent ez a disznóvágós összejövetel? Inkább munka ez, vagy inkább szórakozás? Én azt gondolom, hogy ez a kettőnek egy nagyon szerencsés kombinációja. Tehát ebben azért van munka is, nem is kevés munka, viszont ugye a szórakozás sem marad el, ugye az előbb említettek miatt, hogy ugye össze tudunk ülni, és ugye közösen tudunk egy picit szórakozni, és itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy nagyon szépen megköszönjem mindenkinek, akit a disznóvágás során segítséget nyújtott, akár felajánlásra, akár a disznót ő adta, akár a munkájával, a kétkezi munkájával, akár ugye tárgyi eszközökkel, tényleg nagyon nagy köszönet mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A kisteleki rendőrkapitányság tekintetében az elmúlt időszakról az alábbiakat tudom elmondani. 2019. december 20-án a kora délutáni órákban egy Petőfi szállási lakos személygépjárművel közlekedett Kisteleken a Petőfi utcában, Szeged irányából Budapest irányába. Közlekedése során sebességének nem megfelelő megválasztása miatt járművével a forgalmi sávot elhagyta, és a jobb oldalon a leállósában szabályosan várakozó személygépjármű hátuljának nekiütközött. A baleset során személyi sérülés történt. December 29-én a délelőtti órákban egy szegedi lakos az 5-ös számú főúton közlekedett Budapest irányából Szeged irányába személygépkocsival borult, ködös látási viszonyok között. Haladása során a menetiránya szerinti baloldalról egy őz ugrott az úttestre, melyet félkezés ellenére a járműve bal elejével elütött. A baleset során személyi sérülés nem történt. December 31-én a délutáni órákban Kistelek belterületén intézkedtek a kisteleki rendőrkapitányság rendőrei egy ittas gépjárvezetővel szemben, aki Budapest irányából közlekedett Szeged irányába személygépjárművel. A gépkocsi vezetőjét a kisteleki rendőrkapitányságra előállították, ahol a hiteles légalkohol mérés bűncselekményi értéket mutatott. A balázscsai férfival szemben büntető eljárás indult ittas járművezetés miatt. 2020. január 17-én a dél órákban Kistelek belterületén a Vásártér utca irányából haladt a Kossuth utca irányába egy személygépkocsi. Amikor egy kereszteződéshez ért, nem adta meg a kerékpárúton szabályosan haladó elektromos kerékpáron utazó nőnek az elsőbséget. Az elsőbség meg nem adása következtében a két jármű összeütközött. A baleset során személyi sérülés történt.
január 16-án a kora reggeli órákban egy pálmonostorai lakos személygépjárművel közlekedett Ópusztaszer lakott területén kívül, Ópusztaszer irányából Pusztaszer irányába. Közlekedése során sebességének nem megfelelő megválasztása miatt a járműve a jeges úttesten megcsúszott, és a menet irány szerinti bal oldali forgalmi sáv felé kezdett sodródni. Ezt észlelte a vele szembe közlekedő tehergépkocsi vezetője, aki intenzív fékezésbe kezdett, és járművét jobbra kormányozta, majd az úttest bal szélén található enyhe útárokba csapódott. A baleset során személyi sérülés nem történt. Január 25-én a délelőtti órákban egy kisteleki lakos közlekedett Kistelek belterületén Balástya irányába, amikor egy balra ívelő útkanyarulatban a jármű hátsó része megcsúszott a nedves úton. A gépkocsi csúszását korrigálni nem tudta, így a járművével egy kerítésnek ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt. Január 8-án a délutáni órákban Kistelek belterületén közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából állítottak meg a kisteleki rendőrkapitányság rendőrei egy kisteleki lakost, amint a Munkácsi utca irányából közlekedett a Handház utca irányába segédmotoros kerékpárral. A rendőri intézkedés során a vezetővel szemben alkalmazott légalkoholmérés pozitív eredményt mutatott. A férfit a kisteleki rendőrkapitányságra előállították, ahol a hiteles mérés bűncselekményi értéket mutatott. A férfival szemben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!